Ma a jövendő mondással kapcsolatosan szeretném Istennek az igéjét elmondani, hogy Isten igéje hogy látja a jövendő mondást, hogy működik a jövendő mondás, hogy kell fölismerni ebben lévő szellemi sötét erőt, és természetesen hogy kell ettől megszabadulni. 5 Mózeshez kérlek benneteket, lapozzatok. Tizennyolcadik rész, 10. verszak. Ne találtassék te közötted, aki az ő fiád vagy leányát átvigyel tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló, se bűbájos, se ördöngösöktől tudakozó, se titokfejtő, se halott idéző, mert mind utálja az Úr, aki ezeket műveli, és az ilyen utálatosságokért üzi ki őket az Úr, a te Istened, te előled. Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel, mert ezek a nemzetek, akiket elüzöl, igézőkre és jövendőmondókra hallgatnak, de te néked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened. Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened közüled, a te atyád fiai közül, olyat, mint én, azt hallgassátok. Tehát itt egy csomó okkultizmussal kapcsolatos tevékenységet sorol föl Istenek a beszéde. Ezeket a cselekedeteket Isten igéje azért tartja utálatos bűnnek, mert ezek által az emberek gonosz, tisztátalan démonokkal kerülnek kapcsolatba. És az Ószövetségben is, Izrael fiaival kapcsolatosan, Istennek az egyik legfontosabb célja az volt, hogy elkülönítse őket a démonoktól, és egy démonmentes társadalmat hozzon létre Izrael fiaiból. Olyan társadalmat, amelyben Istennek a dicsősége van jelen, és a sekinát kézzel foghatóan megtapasztalhatják Izraelnek a fiai. És ezzel az isteni céllal szemben leginkább az úgynevezett okkult praktikák, tevékenységek állnak. Okkult szó annyit jelent, hogy rejtett, tehát hogy titkos rejtett tevékenységek, illetve a tevékenységek mögött lévő tisztátalan szellemek, démonok, azok gyakran rejtettek az emberek előtt, és ezért az emberek gyakran úgy gondolják, hogy csak játszanak, de valójában a játékok, azok a játékok, amelyek az okkultizmussal kapcsolatosak, például amikor az emberek elmennek jövendőmondóhoz, vagy a horoszkópokat tanulmányozzák, csak úgy viccből, hogy megnézzék, hogy mit mond a csillagállás, vagy a csillagképük. Ezek olyan tevékenységet jelentenek, amelyek behatolást tartalmaznak a sátánnak a uralmi térségébe, és amikor egy ember bemegy a sátánnak az uralmi térségébe, nem tér vissza onnét üresen, hanem olyan szellemi nyomásokkal és kötelékekkel jön vissza, amivel az ördög megkötözi őt, és ezeket a terheket egész életébe hordozhatja, sőt, ahogy az előző összeveteleken szóltunk arról, hogy az okkultizmus is az első parancsolat ellen elkövetett bűnöknek a kategóriájába tartozik, ezért a következményei harmad és negyedik iziglen is kihatnak. És éppen ezért tudni kell azoknak az embereknek, akik ilyen dolgok fele toleránsak, és azt gondolják, hogy ilyen dolgokat meg lehet csinálni minden következmények nélkül, ezzel szemben tudniuk kell, hogy Isten azt mondja, hogy az ilyen tevékenységüknek olyan súlyos szellemi következménye lesz, amely harmad, negyediziglen is kihatással lesz az utódaikra. Azért merünk erről bátran beszélni, mert az Úr Jézus Krisztus hatalmat adott, hogy kígyókon és skorpiókon tapossunk a sátánnak minden erején, és semmi nem állhat nekünk. Tehát
kell olyan üzeneteket is prédikálni, amely az ördögnek a munkáját leplezi le. Vannak démonok. A Biblia két királyságról beszél. Isten országáról, Isten királyságáról, és a sátán királyságáról, és a sátán országáról. Azért beszél erről a két országról, mert valójában a Földön ennek a két országnak a konfliktusa zajlik, különösen a názareti Jézus Krisztusnak a föltámadása után, és a Szentléleknek az eljövetele után. Amikor betöltekezünk Szentlélekkel, akkor Istennek az ereje elkezdte a szabadító munkáját az életünkben. És beléptünk arra földre, amire az Isten, a názareti Jézus Krisztuson keresztül elhívott bennünket. Az Isten országa az ígéret földje számunkra. És Isten országában csak úgy tudunk megállni, és úgy tudunk Isten erejében előre haladni, sikeresen és győztesen, hogyha nem kötünk szövetséget okkultizmussal, nem foglalkozunk okkult tevékenységekkel, jövendőmondással, varázslással, igézéssel, és ezekhez hasonló gonosz cselekedetekkel. Ahogy Izrael fiainak is mondta Isten, azért üztem ki azokat a népeket előtted, mert igézőkre, jövendőmondókra hallgattak. Ezért te ne hallgassál jövendőmondókra, varázslókra, igézőkre, mert ugyanazok a következmények fognak megvalósulni a ti életetekben. És tudjuk nagyon jól, hogy az Izrael, majd Júda is azért ment számüzetésbe, mert nem hallgattak Istennek a beszédére, jövendőmondókkal kötöttek szövetséget, horoszkópokat olvasgattak, csillagjósoknak a véleményére voltak kíváncsi, halott idézéssel előtt is megnyitották az életüket, idegen isteneket is imádtak, bálványokat készítettek, és ezért Isten megharagudott rájuk, és elzavarta őket az ígéret földjéből. Ha az ember gonosz szellemekkel kerül kapcsolatban, a démonok elűzik az embert Istennek az országából. Az Isten országában csak úgy tudunk megmaradni, hogyha megőrizzük a Szentléleknek a szabadságát, illetve ahogy megvettük a Szent Lelket, törekszünk arra, hogy a Szentlélek minél nagyobb szabadságot hozzon létre az életünkbe, és felszabadítson bennünket minden generációs átoktól, amely akár a bálványimádásból, akár az okkult praktikákból és tevékenységekből származik. Másrészt, az új szövetségben világosan látható, hogy az evangélium hirdetése előtt és a gyülekezet növekedése előtt a legnagyobb akadály a bálványimádás volt és az okkultizmus volt. És mindaddig, amíg az Isten fölkent emberei nem tudták legyőzni ezeket a sátáni erőket, nem tudtak elbánni azokkal a démonokkal és gonosz szellemekkel, amelyek akadályozták egy városban a Szentléleknek a kiáradását, csodák és jeleknek a megtörténését, addig abban a városban a gyülekezetek nem növekedtek, nem fejlődtek. Ezzel kapcsolatban hadd olvassak fel rövid részt az apostolok cselekedetének a könyvének a 16. részéből. Nagyon közismert történet. 16. rész 16. verszakától. Olvasom Isten beszédét. Lőn pedig, hogy amikor mentünk a könyörgésre, egy szolgáló leányka jött elénk, akiben jövendő mondásnak a szelleme volt, aki az ő urainak nagy hasznot hajtott jövendő mondásával. És követte Pált és minket, kiáltott vala, mondván, ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, akik néktek az üdvösségnek az útját hirdetik. Ez pedig több napon át művelte. Pál azonban megbosszankodott, hátrafordult, mondta a szellemnek, parancsolom néked az Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és kiment abban az órában. Ámen. Tehát Pál apostol és munkatársai eljutottak Filippibe, és több napon keresztül
Pál apostolnak a szolgálatát nem kísérte semmiféle eredmény. Tudjuk nagyon jól, hogy ugyanazzal a kenettel ment el Filippibe, mint más városokban. És látjuk, hogy ugyanaz a kenet, ami más helyen csodákat és jeleket cselekedett, ebben a városban nem tudott az első napokban fölszabadulni. Azért nem tudott fölszabadulni, mert a város fölött egy nagyon erős szellem uralkodott. Ezt a szellemet Istenek a beszéde Píton szellemének mondja. Kigyó szellemének, amely a jövendőmondásnak a szelleme, a görög kultúrában is a kigyót és a jövendőmondást egymással kapcsolatba hozták. Ez egy hatalmas nagy erősség volt a Filippinek a légterében, az embereknek a gondolkozásmódját, lelkét, döntéseit teljes mértékben determinálták és befolyásolták. Hogy egy város és egy ország nem reagál Isten országára, az evangéliumra, nem reagál a Szentléleknek a működésére, vagy negatívan reagál, gyakran az engedetlenségük mögött gonosz, tisztátalan démonok, sátáni erők vannak, és nagyon gyakran jövendőmondás van mögötte. A jövendőmondásnak a szelleme nagyon erőteljesen megfogja az Isten szellemének a működését és mozgását. Ezzel nem azt mondtam, hogy a Szentléleknél nagyobb és nagyobb erővel rendelkezik a jövendőmondás szelleme, hanem amikor az embereknek hirdetik Isten országának az evangéliumát, az evangéliumnak az ereje akkor szabadul fel, hogyha az emberek a hallott beszédet hittel párosítják. És elkezdenek együttműködni Istennek az igéjével. Ennek az együttműködésnek az eredménye az lesz, hogy egyre többen tömegesen térnek meg az Úrhoz. És szabadulnak meg gonosz szellemektől és démonoktól. De az embereken az evangélium hirdetése előtt már olyan gonosz démonok vannak, és olyan gonosz démonoknak a kötelékében élnek, amely teljesen megbénítja őket, és nem engedi meg őket, nem engedi meg számukra ezek a gonosz szellemek, hogy reagáljanak Istennek a beszédére. Amikor kemény és merev az atmoszféra, egy összevetelem, vagy az evangelizáláskor nagyon gyakran okult, gonosz, tisztátalan szellemek vannak azon a helyen jelen. A jövendőmondás szelleme sokak szerint azért is a Píton szellemével jelzik, mert a Píton is úgy öli meg az áldozatát, hogy körül tekeredik az ember körül, és megfojtja. Ugyanúgy a jövendőmondásnak a szelleme, amikor valaki jövendőmondóhoz megy, egy gonosz, tisztátalan szellem démon száll rá, és körbe kötözi, mint ahogy az indián filmekben is láttátok, hogy kötözték meg az indiánok a rabságukba esett embereket, hogy nagyon szorosan körbefonták kötéllel őket. Ugyanilyen a Píton szelleme megkötözi az embernek a kezét, a lábát, mindenét, és egyszerűen az ember szellemileg, lelkileg egy ilyen tehetetlen bábubá válik, és nem tud reagálni Isten igéjére, nem tudja átadni magát Isten beszédének, és nem tudja átadni magát különösen a Szentléleknek. Tehát éppen ezért nagyon sokszor meg kell törni az embereken a jövendőmondásnak a szellemét, vagy azon a helyen az uralkodó szellemet, ami gyakran lehet, még egyszer mondom, a jövendőmondás szelleme, hogy az emberek reagáljanak Istennek az igéjére. Mi emberek sokkal jobban függünk a szellemektől, a szellemvilágtól, mint ahogy azt mi gondoljuk. Világi életünkben is függtünk szellemi lényektől. Pál apostol azt mondja, hogy az engedetlenség fiaiban a levegőbeli hatalmasságnak a szelleme munkálkodik. Mi is voltunk az engedetlenség fiai megtérésünk előtt. És akkor is szellemi lények voltunk,
csak rossz, negatív értelemben és tartalommal. Gonosz, tisztátalan démonok rabságában voltunk, és ezek kényszerítettek bennünket bizonyos dolgoknak az elkövetésére, amivel áthágtuk Istennek a törvényét. Most már, hála Istennek, szabadok vagyunk az Úr Jézus Krisztusban. És vettük az Istennek a szellemét. Most a Szent Szellem munkálkodik a szívünkbe, és ösztönzi a szívünket, lelkünket arra, hogy Isten igéjének engedelmeskedve éljünk életünknek minden egyes napján. És ha egy hívő testi cselekedetet követ el, akkor a Szentlélek ösztönzi őt arra, hogy a Szentlélek által megöldökölje magába a test cselekedeteit, Isten igéje által kijelölt lépések alapján, hogy meg ne halljon, hanem élete legyen örökké. Amen. De gyakran az a tapasztalat, hogy hívőket, gyülekezeteket is befolyásolhat a jövendőmondást, különösen, hogyha olyan családi háttérből jön az illető, amely család át van itatva okult szellemekkel, mert olyan okult praktikák jellemezték a családnak a tevékenységét, vagy erőteljes volt a bálványimádás, vagy pedig olyan városhoz vagy nemzethez tartozunk, amely nemzet eléggé szoros kapcsolatban áll okult szellemekkel, jövendőmondás szellemével. Azt gondolom, mind a kettő igaz a magyar kultúrára és a magyar emberekre vonatkozóan. Nagyon erőteljesen látni Magyarországon meglepő módon, ugye ezt nagyon nem vettük észre a 80-as években, 70-es években, de a 90-es években egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az országunk, nemzetünk kulturális háttere erőteljesen át van itatva sámánizmusnak, különböző tradícióival, és éppen emiatt országunkban nagyon is népszerű a jövendőmondás, nagyon elterjedt a jövendőmondás, nagyon sok jövendőmondó van az országban, akik tenyérjóslással foglalkoznak, kártyavetéssel, horoszkópok készítésével, és nagyon-nagyon sok ártatlan és tudatlan ember, ezek a jövendőmondók megtévesztenek, és sátáni szellemeknek a befolyás alá vonják őket. Újságokon, televízió csatornákon keresztül is ezek a tevékenységeket népszerűsítik az emberek, és nagyon sok családban szinte tudattalanul bemennek gonosz szellemek. A okkultizmus mögött lévő szellemek, démonok tevékenységét azért nem látják, nem ismerik föl sokan, mert azt gondolják, hogy mivel ezekkel az okkult tevékenységekkel kapcsolatosan nincs bennük egy elfogadás, egy meggyőződés, és valójában nem is érdekli őket, és ezért azt gondolják, hogy amit is csináltak, azt játékból, szórakozásból csinálták, és annak nincsen semmi szellemi következménye. Nem igaz? A Biblia világossá teszi, hogy minden okkult tevékenységnek, különösen a jövendőmondásnak súlyos szellemi, lelki következménye van. Először, mielőtt beszélnék a jövendőmondás működésének a technikájáról, hadd olvassak fel a törvénykönyvből egy-két olyan igét, amivel Isten figyelmeztette Izrael fiait, és az egyházat is, meg vagyok róla győződve, hogy ne kössenek szövetséget okkultizmussal, okkultizmus folytató személyekkel, mert az nagyon súlyos következményeket von maga után. A harmadik Mózes könyvéből a 20. fejezetben, a 6. verszakban a következőt olvassuk. Amely ember pedig igézőkhöz és jövendő mondókhoz fordul, hogy azok után paráználkodjék, arra is kiontom a haragomat, és kiírtom azt az ő népe közül. Szeretném megemlíteni, megjegyezni számotokra, hogy az okkult tevékenységet Isten
szellemi paráznaságnak tartja. És a hatodik verszakban látjuk, hogy a szellemi paráznaság szoros kapcsolatban áll a fizikai, testi paráznasággal is, vagyis a szexuális erkölcstelenséggel is. A szexuális erkölcstelenséggel szemben az emberekben az ellenálló erőt, az erkölcsi gátakat, mert az erkölcsi gátakra szüksége van az embernek. A szexforradalom föl akarja oldani az embereket az erkölcsi, a szexuális gátaktól, mondván, hogy így kerül az ember szabadságba. A Biblia szerint így kerül az ember a pokolba. És így veszíti el az mennyei elhívását, és kerül a testtel, a démonoknak a martalékául. De, ahogy már utaltam előző összeveteleken is, hogy a szexuális erkölcstelenségnek a térhódítását az okkultizmusnak a reneszánsza, terjedése alapozza meg. Általában az okkultizmus és a szexuális erkölcstelenség az együtt jár. Egyik táplálja a másikat. Még egyszer elmondom, hogy ezért Istennek a beszéde a bálványimádást is, az idegen istenek imádását, jövendőmondást, kártyavetést, csillagjóslást, és ehhezekhez hasonló dolgokat fel sem tudom sorolni, én csak a hagyományos formái említem meg, de valójában az okkultizmusnak a formáit képtelenség felsorolni, mert szinte minden nap új és újabb forma jelenik meg. De valójában ugyanaz a gonosz szellem van benne. Az okkultizmusnak az egyik fő irányzata a jövendőmondás. A jövendőmondás az egy olyan tevékenység, amikor egy ember gonosz szellemektől, démonoktól, emberekről, eseményekről ad információt, olyan információt, aminek ismeretébe nem empirikus módon jutott, nem megtapasztalás által, hanem természetfölötti eszközökkel jutott. Ahogy láttuk az Abcsel 16-ban is, a jövendőmondást egy démon adta a nőnek, egy píton szelleme, ez adott információkat az emberekről ennek a hölgynek. Általában ugye, ahogy a magyarban is a jövendőmondás kifejezés tartalmazza, a jövendőmondás többnyire a jövővel kapcsolatosan információkat oszt meg. És ilyen bizonytalan világban nagyon sok ember kíváncsi a jövőjére, fiatalok, idősek egyaránt, vezetőbeosztásban lévő emberek kíváncsiak. Szinte mindenkiben kíváncsiság keletkezik a jövőjével kapcsolatban, hogy mi lesz a jövő, milyen lesz a jövője, milyen lesz a sorsa. Ezzel kapcsolatosan, hogyha az ember ismereteket démonoktól akarja megszerezni, jövendőmondóktól, varázslóktól, boszorkányoktól, akkor súlyos bűn követ el az élő Isten ellen. És ez még hagyján, és nem csak súlyos bűnbe kerül, hanem még egyszer mondom, démonok kerülnek be egy ilyen embernek az életébe, lelkét, megkötözik elméjét, érzelmét, és tudjuk nagyon jól, hogy az ördög azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Tehát az ember a legelszántabb, legkegyetlenebb, kérlelhetetlen ellenségét hívja be az életébe, amikor okkultizmussal foglalkozik, vagy okkult személyekhez fordul segítségül. A természet fölöttinek két forrása van. Az egyik forrás az atya, ő elküldte a fiút, a fiú elküldte a szent lelket. Ezért a híd gyülekezetében jó szellem van, mert az atyát, a fiút és a szent lelket imádjuk, tiszteljük és szeretjük. Ámen. Ámen.
És ezért ez a természet fölötti forrás jó. Ebben nincs rossz. Isten igéje azt mondja, hogy aki az atyától kér szent lelket, nem ad neki kigyót. Nem ad neki jövendőmondás szellemét, píton szellemet, hanem jó szellemet ad neki. Tehát benned jó szellem lakozik. Tehát nem akkor jött beléd a rossz, jó szellem, amikor megtértél, amikor vetted a szent szellemet, amikor újra és újra rátszáll a szent lélek, és betölt az ő csodálatos jelenlétével, akkor számolja föl a szent lélek az ördögnek az uralmát az életed fölött, és ez a felszámolás gyakran folyamat, mert az életünknek különböző területei vannak, és amikor újjászülettünk, betöltekeztünk Szentlélekkel, láttuk, többen azt tapasztaltuk meg, hogy azonnal nem lett minden kerületünk, minden területünk szabad démonoktól. Ezért utána is szükségünk volt, hogy keressük a szabadítót, keressük az Úr Jézus Krisztust, keressük a szabadításnak a kenetét és hatalmát, amely megtöri az igákat azokon a területeken, ahol még démonikus fogságok, kötelékek voltak az életünkben. Ez így volt az én életemben is éveken keresztül. Kerestem az Urat, szolgáltam az Úrnak, és ugyanakkor vágytam, hogy még nagyobb szabadságra vezessen engemet a Szentlélek, az életemnek minden területét szabadítson föl, minden nyomás alól. Ennek a jövendőmondó szellemek, még egyszer elmondom, nem csak azokra hatnak, akik ezzel kapcsolatban állnak, hanem amikor ilyen térhódítása van a jövendőmondásnak, okkultizmusnak, mint Magyarországon, mint Budapesten, akkor periódikusan újra és újra keresztények is jövendőmondó szellemeknek a nyomás alá kerülhetnek. Ez a nyomás, ez nem azt jelenti, hogy beléd kerül ez a szellem, hanem nyomja az elmédet, nyomja az érzelmedet, és különböző gyötrést és kínzást hoz létre. És ennek a nyomásnak az az eredménye, hogy valamiféleképpen elszigetel a Szentlélektől, és bevezet tégedet a hívő életnek, életben egy meddő időszakba. Pál apostolnak is az a három napja, amíg nem üzte ki abból a lányból a jövendő mondó szellemet, és hagyta, hogy állandóan jöjjön mellette ez a lány, és a démontól kijelentéseket fogalmazzon meg. Látjuk, hogy Pál apostol három napig nem volt önmagánál. Nem tudta magát átadni a kenetnek, bizonyára egy nagy nyomás alatt volt, és ez a nyomás úgy jelentkezett nála végül, hogy megbosszankodott, végül fölismerte, nincs más út, mint kiűzni ebből a lányból a gonosz szellemet, és el kell távolítani a városból azt a gonosz démont, ahhoz, hogy emberek megtérjenek, és megismerjék Istennek az erejét és hatalmát. Én azt gondolom, Magyarországon most ez a helyzet, a továbblépéshez az szükséges, hogy a Szentlélek szabadító ereje egy nagyobb áttörést hozzon az okkult sátáni erőkkel szemben, és nagyobb elválasztást adjon Isten népe számára, és akik pedig még meg vannak kötözve ezekkel a gonosz szellemekkel, azok pedig föl legyenek ez alól szabadítva. Tehát akarjál szabadulni. Hatodik verszakban azt mondja tehát Isten igéje, hogy nem csak az a bűnös, aki jövendőt mond embertársainak, hanem az is bűnös, aki elmegy jövendőmondókhoz, igézőkhöz, varázslókhoz fordul. Ugyanúgy azt mondja Isten, kivívja az ő haragját, és kiontja, kiírtja az ő népe közül. Még egy igét hadd olvassak föl a 20. részből, a 27. verszakban pedig a következőt mondja, akár férfi, akár asszony, tehát nincs személyválogatás. Gyakran tudjuk, hogy a jövendőmondással nők foglalkoznak, és gyakran külsőre ezek a hölgyek nagyon csinosak, és ezért az emberek, férfiak elnézőek gyakran ezekkel a bűnökkel szemben. Nézd meg a 27. verszakot. Az Isten nem személyválogató Isten. Nem azt nézi, hogy az embernek milyen a szemeszíne, milyen előnyös a termete,
hanem azt nézi Isten, hogy milyen a szíve, és mit cselekszik. Ámen. És ezért mondja Istennek a beszéde, hogy akár férfi, akár asszony, hogyha igéző, vagy jövendőmondó lesz közöttetek, halállal lakoljanak, kővel kövesztessetek, kövezétek azokat agyon, félük rajta. Mielőtt megijednétek, én is iszok, hogy megnyugtassam magamat, senkit nem akarunk megkövezni. Senkit nem akarunk megkövezni, hanem a figyelmeteket szeretnénk felhívni arra, hogy ez halálos bűn. Azért halálos bűn, mert közvetlenül az ember gonosz, tisztátalan, természetfölötti erővel hozza kapcsolatba. És Isten ezt a bűnt annyira utálta, hogy a bűnösnek is azt mondta, hogy nem tűri meg az ő népe között. Most megtűri az Úr az ő népe között, ha megtér, mert megvannak azok az eszközök, hogy amit által meg tud az ember szabadulni az ilyen gonosz, tisztátalan démonoktól. Ha ez ránk vonatkozna most ilyen formában, akkor soha nem tudott volna létrejönni gyülekezet, mert soha nem tudtunk volna Isten népének a tagjává válni. Tehát ma az Úr megbocsátja a jövendőmondást. Megbocsátja neked, ha jövendőmondókhoz fordultál, varázslókhoz, igézőkhöz, kártyavetőkhöz, csillagjósokhoz, tenyérjósokhoz, ingázókhoz, meg kicsoda még mik vannak. Tehát sokféle formája van a jövendőmondásnak. De tudd meg, hogy Isten kegyelme ne tegyen téged szemtelenné. Ebből a gonosz szellemtől Isten meg akar szabadítani. Mert nagyon fontos, hogy felszabaduljál, hogy ne hagy tegye tönkre az ördög az életedet, és ne add tovább az utódaid számára az átkokat. Amen. Még annyit szeretnénk mondani a jövendőmondásnak egy természetes formáiról, hogy azért ez sokkal, a jövendőmondásnak is több szintje van. Nem csak arra kell gondolni, arra a jövendőmondóra kell gondolni, hogy az a jövendőmondó, aki ott van egy félhomályban, szobában, macska, fekete macska az asztalon, és egy ilyen gömb, szintén, és lidérsz nyomások a szobában. Tehát természetesen vannak ilyen jövendőmondók, de ez egy nyílt jövendőmondás. De van ennek, van a jövendőmondásnak más formái is. Például vannak emberek, akik előszeretettel szeretnek az embertársaikkal kapcsolatosan olyan kijelentéseket megfogalmazni, amely a társaiknak a jövőjére vonatkozik. Ez is jövendőmondás. Ha nem a Szentlélektől származik, akkor jövendőmondás. Az embernek a lelke nem ismeri a jövőt. Ezért, hanem csak Istennek a szelleme ismeri a jövőt, a sátánnak is van egy betekintése a jövővel kapcsolatosan. Tehát ezért, hogyha egy ember állandóan azt mondja a jövővel kapcsolatban, hogy így lesz, úgy lesz, ha nincs is nála a fekete macska és a gömb, meg az inga, azért nagyon ügyeljél rá, hogy mit mond, mert előfordulhat, hogy a jövendőmondás szelleme van benne úgy, hogy nem is tudja, hogy milyen szellem van és nem, benne, és nem is tudja, hogy valójában ő egy jövendőmondó. Vannak ilyen szülők, akik előre a gyermekeiknek megmondják a jövőjüket, csak úgy méregből, hogy fiam, te belőled soha nem lesz ember, te belőled börtöntöltelék lesz, semmire nem fogod vinni az életbe. Mit csinál a mama ilyenkor? Jövendőt mond. Ha nem Isten szólt belőle, akkor az ördög szólt belőle. Az ördög szólt belőle, akkor a gyerekére átkot mondott. És aki ilyen beszédet hallott, különösen a szüleitől, annak még inkább kell szabadulnia, mert a szülők tekintéllyel bírnak a gyermekek előtt, és tekintéllyel kimondott állítások ezek a jövőre vonatkozóan, és előfordul, hogy a mai napig sem szabad a lelked, az érzelmed és a gondolatod az ilyen prognózis alól. De vannak keresztények között is jövendőmondók, akik előszeretettel szólnak az emberekhez olyan mondatokat,
amely a jövőjükkel kapcsolatos, és nem az Úr küldte őket. Ezekről is hadd olvassak fel két igehelyet a Jeremiás prófétától, először is a 27. részből, a 9. verszakot és a 10-et. Ti azért ne hallgassatok a ti prófétáitokra, se jövendőmondóitokra, se álommagyarázóitokra, se varázslóitokra, se szemtényvesztőitekre, akik ezt mondják néktek, ne szolgáljatok a Babilon királyának, mert ők hazugságot prófétálnak néktek, hogy messze vigyenek titeket a ti földetekből, kiűzelek titeket, és elveszítselek. Tehát olyan, a Isten népe között is volt jövendő mondó, akik nem az Isten szelleme által szóltak, tetszett nekik nagyon a prófétai szolgálat, és úgy szerették volna a figyelmet magukra hívni, hogy az embereknek olyan állításokat fogalmaztak meg, amely a jövőjükkel volt kapcsolatos. Mivel nem az Isten szellemétől szóltak, ezért ezek az állítások romlást és bomlást eredményeztek az emberekben, és az lett az eredménye, hogy ezek az emberek elidegenedtek és elszakadtak Istenek a munkájától. A jövendőmondó szellem felszabadul, akkor szakadások az eredménye. A profétálás, a Szentlélektől van egy profécia, az az egyházat építi, erősíti. Hiszünk a profétálásban, nem akarjuk megoldani a profétaság kenetét, távol legyen tőlünk, de nem hiszünk azokban a kijelentésekben, jövendőmondásokban, ami az emberekben zűrzavarokat hoznak létre, békétlenségeket hoznak létre, félelmeket hoznak létre, rettegéseket hoznak létre, majd ezután bomlást és romlást és szakadásokat, ezek nem Istentől vannak. Ha ilyen következménye van egy ember állításának, akkor ő egy más szellemnek a befolyás alatt van, és nem a Szentléleknek a befolyásától szólt. Jeremiás 29. verszak részéből is felolvasok két verszakot, 8. és a 9. verszakot, mert ezt mondja a seregeknek az Ura, Izraelnek az Istene, ne hitessenek el titeket a ti profétáitok, akik közöttetek vannak, se a ti jövendő mondóitok, ne figyelmezzetek a ti álmaitokra, melyeket álmodoztok, mert ők hamisan profétálnak néktek az én nevemben, nem küldöttem őket, azt mondja az Úr. Tehát, hogyan jön rá az ember, hogy egy jövendő mondó szellemnek az állításai próbálják leuralni a lelkét? Ami az Isten szellemétől van, az békességet hoz az embernek a szellemébe, és bátorságot hoz az Istennel kapcsolatosan. Ösztönzi az ember az Úrnak a követésére, szolgálatára és a testvéri szeretetre. A szereteidet jobban tudod szeretni, ha Isten megszólít téged, és meghallod az Istennek a hangját. Ezzel szemben olyan állítások, amely bizonyos vagy különböző típusú jövendő mondásoktól származnak, félelmet és rettegéseket tudnak létrehozni. Félelmet és rettegést tudnak létrehozni. Izajás próféta 54. részéhez kérlek benneteket, lapozzatok. Következőt mondja Istennek az igéje. A 14. verszakban. Igazság által leszel erős. Ne gondolj a nyomorral, mert nincs mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelít hozzád. Tudjuk nagyon jól, hogy a jövendő mondás a jövővel kapcsolatos félelmet hozza létre az emberben. Jövendő mondás tehát a jövővel kapcsolatosan félelmet hoz létre. Ezzel szemben nézzétek meg, mit mond a Szentlélek, hogy az igazság az nem hoz létre a jövőtől való félelmet, hanem mit hoz létre az igazság? Erőt hoz létre a szellememben, a lelkemben, és a jövőben, a jövővel bátran tudok szembenézni, és nem félek a jövőtől. De figyeljétek meg, hogy itt Isten azt mondja, hogy nem kell ekkor gondolnod a nyomorral,
Nincs semmit félned a rettegéssel, mert nem közelít hozzád. Tehát, hogy a Szentlélek szól kijelentést hozzánk, hogy a kijelentés az mindig azonos az igazsággal. Az igazság által leszel erős, Istennek a természet fölötti ereje bejön a lelkedbe és a szellemedbe, és nem rettegsz. Ezzel szemben, amikor hallasz egy rossz hírt, és váratlanul él, és abban a pillanatban mit érzel? Az elmédben és az érzelmedben zavar jön létre, és elkezded érezni a félelmet és a rettegést. És már a jövődet azonosítod a nyomorral, úgy látod a jövőben magadat, mint sikertelen embert, mint kudarcod vallott embert, úgy látod magadat a jövőben, mint beteg embert, aki elveszíti azt is, amilyen van. Tehát figyelj mindig a hírekre, a rossz hírekre, különösen felhívom a figyelmedet, hogy figyelj oda, hogy mit hoz létre a lelkedben. Mert az igazság nem hoz létre egy ilyen kínzó félelmet és rettegést. Ami ilyen kínzó félelmet és rettegést tud létrehozni, az nem az Istentől van. Mert az igazságnak a műve a békesség. Amikor reszkedsz és félsz, akkor állj meg. Miért félek? És kiderül, hogy azért félsz, mert hallottál egy rossz hírt, és azzal azonosítottad a jövődet valamiféleképpen, azt gondoltad, hogy annak a rossz hírnek befolyása van a jövődre, és amikor ezt gondolod, abban a pillanatban jön a lelkedben a félelem és a rettegés. Ilyenkor már le kell állnod, mert Isten szelleme ilyen érzést nem hoz létre benned. Csak a hazugság hoz létre benned. Tehát ezért, hogyha rossz hírt hallasz, és nem hoz létre neked békességet és erőt, hanem reszkedsz, akkor valamiféleképpen ez neked nem üzenet. Amen. Tehát akkor olyan kell mondani, hogy megtagadom az Úr Jézus nevében, különösen, ha leuralja, nem megyek tönkre. Nem leszek beteg. És így tovább. Tehát azokat a rossz híreket, amit hallottál, azokat meg kell tagadnod, és ezzel kapcsolatosan az igazságban kell magadat megerősítened. Amen. Különösen olyan gyülekezethez tartozó emberek számára nagyon fontos, mint a híd gyülekezete. Sok az ellenség. Pál apostol is azt mondta, tehát ez már régi dolog. És az ellenség mit akar? Romlást, bomlást, összeomlást, és sok olyan ellenségünk van, hogy még olyan gyűlölet van benne, hogy legszívesebben eltörölne bennünket a föld színéről. És ezeket meg is fogalmazzák. Jövendőt mondanak velünk kapcsolatosan. Olyan dolgokat állítanak, amivel kifejezik velünk kapcsolatosan az ő romlott, perversz, bosszúálló vágyukat és kívánságukat. És állandóan jön az elménkre és az érzelmünkre a nyomás. És ezért gyakran érezzük a félelmet, veszket is. Jaj, mi lesz? Az Isten nem lett ellenséget. Tehát ami ilyen érzéseket hoz létre, azt ne engedd be az elmédben, mert az nem Istentől van. A Biblia nagyon sok ígéretet tartalmaz számodra. És légy aktív, amikor elkezdesz félni. Keresd meg arra a helyzetre vonatkozó pozitív ígéretet, imádkozzál Istenhez, azonosuljál Isten beszédével, és figyeld meg, mikor megy el belőled a félelem, és mitől, melyik igétől megy el,
és az az ige vonatkozik rád, amitől elmegy a lelkedből a félelem. Nem veszi észre, hogy a jövendőmondás, még egyszer elmondom, hogy most nem csak ilyen okult praktikára gondolok, hanem a jövendőmondás alatt azt értem, hogy oda jön egy ember hozzád, és azt mondja, hogy ez lesz, és ez lesz veled. Honnét tudod, te Isten vagy? Én jobban tudom, hogy mi lesz velem, mert az én sorsomat jobban ismeri az én szellemem, mint a te szellemed az én sorsomat. Mert minden szellem a saját maga dolgait ismeri legjobban. A te szellemed tégedet ismer. Az ember szellemében benn van az embernek a sorsa. A szellemedet te ismered nagyon jól, ez a lelkiismeret, szellemismeret, az nem lelkiismeret, hanem szellemismeret, és legjobban az Isten ismeri. Azok az emberek, akik abba szerepbe tetszelegnek, hogy ismerik a szellemedet, azok vagy nagyon föl vannak kenve Isten szellemétől, de az nyilvánvaló. Ha nem nyilvánvaló, úgy, ahogy van, felejtsd el minden mondatát. Minden mondatát felejtsd el. Mert általában a mondataiból félelmek, rettegések, elbizonytalanodások jönnek létre. Először az elmében, és utána a gondolatokat összezavarják, és a gondolatok eredményeképpen a félelemnek a képzetei és az érzetei elkezdenek az ember lelkén uralkodni. Vannak emberek, keresztények, akiknek már ezek az ilyen félelem, a jövőtől való félelem, mert ez a kulcsa az egésznek, hogy félsz a jövőtől, vagy nem. Ha félsz a jövőtől, akkor nem, akkor a lelked egy gonosz szellemnek a befolyás alatt áll. Mert Istennek az igéje a jövődet nem félelmetessé tette, hanem áldottá tette. Semmi olyant nem olvasok a Bibliába veled kapcsolatosan, mert keresztény vagy újjászületett ember van, ami neked egy rossz üzenet lenne. Az evangélium azért jó hír, mert Isten jó dolgot készített számodra. Én azt olvasom ebben a Bibliában, hogy a te jövőd, az Isten ismeretben való előrehaladás, a fejlődés, az egészség, az áldás, a siker, a bővülködés. Hogyha te más hiszel és más őrzöl a képzetedben és az érzeteidben, akkor a te lelked nem a Szentléleknek az uralma alatt áll. És itt az idő, ne légy rest és lusta, gyomlál ki az elmédből és az érzetedből ezeket a mérgeket, és meglátod, hogy az életed radikálisan meg fog változni. De ezt helyetted senki nem tudja megcsinálni. Én csak buzdítani tudlak tégedet, hogy te is csináld meg, én is csinálom, mert megcsináltam, nem tudom már hány ezerszer, de újra is újra meg kell csinálni, mert azért nem csak barátaim vannak, gondolom már észrevettétek. Egyik a melegebb éghajlatra kíván, a másik amoda kíván, a harmadik azt mondja, hogy antikrisztus vagyok, a negyedik tudja a jövőmet, hogy hogy fog Isten széjjel verni, tönkretenni. A Istenem! Megtanultam, hogy a képzeteim és az érzeteimet ne szolgáltassam ki csahos kutyáknak, hanem Isten igazságának. Mert azt láttam, hogyha ki van szolgáltatva az elmém és az érzelmem, különböző feltételezéseknek, mendemondáknak, pletykáknak, hát akkor szerintem már nem is maradtam volna életben. Mert bele lehet betegedni a szavakba. Különösen a jövendőmondó szavakban. Amikor olyan jövőt mondanak neked. És nem fognak beteljesedni. De azt mondják, mégis beteljesedik a jövendőmondás. Persze, hogy beteljesedik a jövendőmondás. Elmondom, hogy hogyan. Hogy mond egy jövendőmondó neked egy állítást, az félelmet hoz létre az elmédben és az érzelmedben,
a gondolataidat elszakítja Istennek az igéjétől, utána kialakul egy belső meggyőződés arról az állításról, és elkezdesz hinni abba az állításba, és ettől a pillanattól fogva a dolog mögött lévő démon bemegy ennek az embernek az életébe, és megvalósítja az állítást. Ez a technikája. De az van megírva, hogy Jákobon nem fog a jövendőmondás. De miért nem fog a Jákobon a jövendőmondás? Mert az Isten igéje az ő erőssége. És azt mondja Isten igéje, mivel az igazság az erősséged, ezért ne gondolj a nyomorral. Tehát ne a nyomoron gondolkodjál, hogy mennyire rossz lesz a jövőm, hanem azon gondolkodjál, hogy milyen szebb és csodálatosabb lesz a jövőm a jelenemnél. Ha nem akarod megváltoztatni a felfogásodat, nem tudnak se, nincs az az ember, nincs az az Isten embere, vagy nincs, Isten se tud segíteni rajta. Jobb könyvének a harmadik részéhez kérlek benneteket lapozzatok. Jobb azt mondja, 25. verszak. Mert amitől remegve remegtem, az jött rám. És amitől rettegtem, az esett rajtam. Még egyszer felolvasom. Mert amitől remegve remegtem, az jött rám, és amitől rettegtem, az esett rajtam. Tehát látjátok, a Jobbnak nem volt senki, akit jövőt mondott volna. A jövővel kapcsolatosan a tapasztalataid is félrevezethetnek. Ha a jövődet a tapasztalataidból akarod kiolvasni, akkor is létrejöhet a jövőtől egy iszonyatos, intenzív félelem. Ezért a jövődet Istennek a beszédébe kerest. Mit akar Isten látni az életemben? Áldást. Mi az áldás feltéte? Engedelmesség. Én engedelmeskedek, Istennek az a dolga, hogy áldjon. Én engedelmeskedek, az ő dolga áldjon. És akkor az áldások, elolvasom, hogy virágzás, növekedés, produktivitás, siker, győzelem, és akkor ezekkel a képekkel azonosulok, mert ez az én jövőm. Isten igéje ezt mondja, és Isten igéje nem függ a körülményektől, a magyar realitástól sem. Ezek az igék erőt adnak a lelkemnek és az elmémnek, le tudom győzni a tapasztalataimat, le tudom győzni az embereknek a negatív megjegyzéseit, nem alakul ki bennem az elmémben képzett félelemnek a képzete és érzete, hanem továbbra is erősen tudom a hitemet gyakorolni az Úrban. De látjátok, Jobbnál valami okból fakadóan nem tudjuk világosan, hogy mi miatt az életében, a lelkében beköltözött a félelem és a rettegés. Félt, rettegett a jövőtől. Félt, rettegett, hogy elveszíti a jövőben az egészségét, félt, rettegett, hogy elveszíti a családtagjait, félt, rettegett, hogy elveszíti a vagyonát, és azt mondja Jobb, mindez meg is lett. Érdemes félni? Tehát a hit is teremtő erő, és a félelem is pusztító erő. A félelem a semmit fogja létrehozni. Az Isten ítéletét szabadítja föl. A hit pedig Istennek az áldását hozza le a mennyből. Érdemes rettegned és félned? Azért, mert hölgy vagy, azért nem oka annak, hogy féljél. A nőknek ugyanúgy kibocsátatott Isten beszéde, a nők számára is Isten ugyanolyan erőt és hatalmat kínál föl, mint erős hősöknek, úgyhogy mese nincs, neked is hősnek kell lenned. Ámen. Tehát semmilyen mentséget ne találj a félénk természeted számára. Számol föl magadban az aggódó természetedet, hogy Istennek az igéje erősé tudjon tenni.
nem úgy őrzöd meg a gyermekeidet, hogy aggódsz, hogy megbetegednek, hanem úgy őrzöd meg a gyermekeidet egészségben, hogy hiszel az élő Istenben, hogy az Úr megőrzi a gyermekeidet egészségben. Ámen. Tehát az Úr hittel működik együtt, az ördög pedig a félelemmel működik együtt. Aki fél, az az ördögöt hívja segítségül, és az ördög embergyilkos. Ha félted, mert kit szokott félteni az ember legjobban? Akit legjobban szeret. De éppen ezzel okozunk neki legnagyobb kárt. Akit nagyon szeretsz, vigyázz, ne félj, hogy valami baj fogja érni. Hanem higgyél Istennek az igéjében, és a hited által még nagyobb áldás fog rájönni az életeire, mert együtt fog működni Isten a hiteddel. De félsz, hogy a gyermekedet valamilyen baleset éri. Vagy rosszul fog dönteni az élet fontos időpontjában. Akkor ez meg lesz. Ha félsz, hogy elhagy a férjed, nyugodj meg vele. Tuti borítékoljuk, hogy el fog hagyni a férjed. De ha hiszed, hogy Isten megáldott egy istenfélő férjem, és áldod éjjel és nappal az Urat, hogy milyen jó férjet adott, akkor az Úr megőrzi a férjedet, és nem engedi meg az Úr, hogy rossz utakon kóboroljon. Nem kell magán detektívet fogadnod. És így tovább. Hogy megtudd, hogy a házastársad merre jár. Hit, ami megtart. A félelem az, ami elveszít. És gyakran még egyszer elmondom, ismétlem, hogy a félelmet rossz hírek hozzák létre. Hogy hallasz egy hírt. Hogy XY annak a gyermeke hogy járt. XY hogy járt a házasságában. És akkor magadat átéled ezt a dolgot, és akkor azonosítod magadat ő vele. És hátra velem is ez megtörténik. És ilyen módon megnyitod magadat a jövendő mondás előtt. És félelem, retteg is jön az életedbe. De ha sokszor hallottál negatív kifejezéseket, megjegyzéseket, állításokat a jövődről, akár a feleségedtől, akár a szüleidtől, a rokonaidtól, egy idő után ez a depressziónak a sötét felhőjét viszi az életed fölé. Amikor jól mennek a dolgok, ez a felhő úgy tűnik, hogy eltűnt az életedből. Aztán jönnek a nehézségek, és akkor hirtelen olyan súly szakad rád, hogy úgy érzed, hogy most fog beteljesedni a végzet. Szóval érzed, hogy valami baj lesz. Baj. És rá fogsz jönni, arra nem ér baj. De ilyenkor érzed azoknak a beszédeknek a súlyát, és azoknak a beszédeknek a szellemi terhét, amiket kimondtak a jövőddel kapcsolatosan. Ahogy Dávid is mondja, amikor erős volt az Úrban, azt gondolta, soha nem rendül meg. De amikor gyenge lett, akkor nehéz megbirkózni mindig az állításokkal, mert akkor eszedbe jutnak. Hát megmondta XY is, hogy ez lesz a sorsom. És lám, teljesedik be. De én azt mondom neked, hogyha ilyen állapotban vagy, akkor is tagad meg ezeket az állításokat, és akkor is Isten igéje mellett kell állást foglalnod, Isten igéje mellett kell döntened, és kihoz az Úr a gödörből, és megfordítja a szituációt, és felemel téged az Úr, és megbátorít, és megerősít téged az Úr. Haver mondja, tönkre fog menni a vállalkozásod. Nagy pszichikai meggyőződés elmondta. Amíg jó megy az üzlet, nagy jövedelmed jön, természetesen eszedbe nem jut, hogy mit mondott a haver. Elkezdődnek jönni a nehézségek, és egyre többször jut eszedbe haver.
És mit érzel ilyenkor, hogy így nyom le, ver bele betonba az állítása? Szóval egyre hangosabban hallja az ember ezt az állítást. Én most egy példát mondok, de ezt saját tapasztalatomból mondom, nagyon sok ilyent átélek. És átéltem. És sajnos még át kell élnem. És mindegyikünknek át kell ilyent élni. És azt láttam, hogy nem tudunk előre haladni Isten igéje felé, hogyha ezeket az állításokat nem tagadjuk meg. Mert ezek az állítások ellentétesek Istennek az igéjével. És nem lehet egyszerre kettőt fogni, a hazugságot meg az igazságot. Ami félelmet, a rettegést hoz létre, bomlás, romlás, az nem az Úrtól van. Ámen. Tehát ezért ne alkudjál meg ezzel. De mondom, hogy tehát ilyen kritikus helyzetben az embernek gyakran eszébe jut, és ahogy gyakran jut eszedbe, egyre nagyobb teher jön rád és nyom le. És gyakran az embernek, amikor már mielőtt feldobná a talpát, akkor kezd el komolyan imádkozni, hogy Isten ebből a helyzetből szabadítsa meg, mert szeretne az ember ebből kitörni. De én azt mondom, hogy nem kell ezt megvárni, ezt a helyzetet. Amikor már hallod, azonnal állj le, fordulj az Istenhez, és beszéld meg Istennel, hogy én ezt nem fogadom el. Én nekem ezt a jövőt nem az Isten készítette, hanem az ördög, és az Úr Jézus nevében ezt a jövőképet visszautasítom, mert nekem egy jobb jövőt készített az én Istenem, az én megváltom. Nem azért váltott meg engemet, hogy utána tönkretegyem, hanem azért váltott meg, hogy megszenteljen, megdicsőítsen, és fölvigyen a mennybe az Istentől rendelt időben, és nem akkor, amikor az ellenségeim akarnak. Ámen! Egy Sámuelhez lapozzatok. Egy Sámuel. Huszonhetedik rész. Van, amikor az ember nem embertől kap jövendő mondást, hanem saját magának mond jövőt. Saját magának gondol ki jövőt. Mint Dávid. Nézzük meg, Dávid, mit csinál. Életének az egyik legnagyobb marhaságát. 27. rész. És mondta Dávid magában, tehát nem az Isten mondta neki, hanem ő mondta magában, tehát ezt ne Isten igényének fogad. Egy napon mégis el kell pusztolnom. Saul keze által nincs jobb reám nézve, mint ha gyorsan elmenekülök a filiszteusok tartományában. Így Saul felhagy azzal, hogy engem tovább is üldözzön Izrael egész területén, és így megszabadulok az ő kezéből. Fölkelvén azért Dávid elment ő és az ő 600 embere, akik vele voltak Ákishoz, a Máok fiához, Gád királyához. És Dávid Ákisnál tartózkodott Gádban, ő és az ő emberei mindegyik a maga háza népével, Dávid és az ő két felesége, Jezreelből való Ahinoám, és a Kármelből való Abigail, a Nábál felesége. Mikor pedig Saulnak megmondották, hogy Dávid Gádba menekült, nem üldözi tovább őt. És mondta Dávid Ákisnak, ha kedvet találtam előtted, adj helyet nekem valamelyik vidéki városban, hogy ott lakjam, miért laknék a te szolgád veled a királyi városban. És néki adá Ákis azon a napon Siklágot, és lőn azért Siklág a Júda királyé mind e mai napig. Ámen, egyelőre, majd folytatom. Nos, tehát Dávid mit csinált? Elfáradt. El lehet fáradni a sok zaklattatás, hányattatás közepette. Dávid már rengeteg balhét megúszott, és azt mondja, hát, hogy mind a cowboy filmekben is szokták mondani a nagy western hősöknek, majd jön egy fiatal,
akinek a keze gyorsabb. És mindig jön egy, akinek gyorsabb a keze, legalábbis az élet ezt mutatja. De nem így van az Úrban. Tehát amikor valaki üldözött, zaklatott, és sok dolgot megúszott, a fáradt lélek megszólal. Mondja a fáradt lélek, egy napon mégis el kell pusztulnom. Saul keze miatt. Mert ráadásul nagy a túlelő. És hát persze, hogy nem akarsz Dávid elpusztulni, hanem elkezdett a saját maga által rosszul prognosztizált jövővel szemben védekezni. Tehát még egyszer elmondom. Fölállított Dávid magának egy hamis jövőképet, és elkezdett ezzel szemben védekezni. És elment Achishoz. Tudjátok, mit jelent Achish? Kigyó varázsló. Hát ő neki nem a kigyónál kellett volna lenni, hanem az Úrnál. Figyeljetek most a Dávid sztoriára. Tanulságos. Egy darabig ott volt a kigyónál, és látta, hogy inkább jobb elmenni vidékinek. Mert sok mindent látott a kigyónak a fővárosában, és gondolták majd egy vidéki házban, szép csendbe, amikor nem jön, már teljes idill, nincs balhé, nyugalom, csiseregnek már reggel a madarak a fán, és így tovább. Kér Dávid egy vidéki házat, lakást, és mondja neki az Achish, menjél Siklágba. Tudjátok, mit jelent a Siklág? A pusztulás sivataga. Tehát először egy jövendőmondás, utána kigyó, a varázsló, tehát a sátának a befolyása, és utána mi jön? A pusztulásnak a sivatagja. Na, lapozzunk, hogy működött ez a Dávid életében, 30. résznél. És történt, hogy amikor Dávid harmadnapon embereivel Siklágba megérkezett, íme az amalekiták betörének a déli vidékre és Siklágba, és leverték Siklágot, és felégették azt tűzzel. Fogságba hurcolták az asszonyokat, akik benne voltak kicsintől fogva nagyik. Senkit sem öltek meg, hanem elhurcolták, és elmentek az ő útjukra. Mikor azért Dávid embereivel együtt a városba érkezett, íme az tűzzel felégetett volt, feleségeik, fiaik, leányaik pedig fogságba hurcoltattak. Akkor Dávid és a nép, amely ő vele volt, fölkiáltottak. Annyira sírnak, hogy végre erejük sem volt a sírásra. Dávidnak két felesége is fogságba hurcoltatott, Jezreelből való Ahinoám, és a Kármelből való Abigail, a Nábál felesége. És Dávid igen nagy szorultságba jutott, mert a nép arról beszélt, hogy megkövezi őt. És amit mondott magának, imból majdnem beteljesedett. Mivel az egész nép lelke elkeseredett, fiaik, leányaik miatt, Dávid azonban megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. Ámen. Tehát nézzétek meg, hogy a jövendő mondás, amikor az ember mond saját magának hülye jövőt. Anya, úgyse érem meg már ezt a telet.
Nekem már úgy se lesz férjem. Tehát, amikor ilyen olyan dolgokat mondasz ki magadnak, amely nem azonos Istennek az igazságával, akkor ugye jön a félelem, hamisít, rettegések, és utána hová kerülsz? A kígyóhoz. Tehát az Úrtól a kígyóhoz. A kígyótól hová kerülsz? A pusztulásnak a sivatagjába. És a pusztulás sivatagjába majdnem megtapasztalod, ha meg nem térsz, azt, amit mondtál magadnak. Érdemes ilyen lököknek lennünk? Mit gondoltok, hány ember teszi így tönkre magát? Hány ember mondja, folyjon ki a szemem? Meg is, és annyi vakembert látni. Tehát érdemes magadnak a rossz jövőt mondani? Mondasz magadnak ezután rossz jövőt? Tehát ami lenyom, ami megfélelmít, ami elviszi a békességet, elviszi az örömödet, az felejtsd el. Állj le! Állítsd le az elmédet azonnal, és mondjad az elmédnek, fogd be szádat. Az elme az egy nagy csatatér. A gonosz szellemek a légtérben először az elmére gyakorolják a legnagyobb befolyást. És gonosz gondolatokat tudnak bele nyomni az embernek az agyába, bele passzírozzák a gonosz gondolatokat. Hogy ettől ezektől a gonosz gondolatoktól nézd a jövődet. És azért vagy olyan, mert ott vagy Siklákba, a pusztulásnak a sivatagjába. Nagy szorultságban. Már majdnem megkövesztenek az emberek tégedet. Dávid is akkor jött létre, hogy egy nagy tévedésnek az áldozata lett. A saját maga hülyeségének az áldozata lett. Ezt Isten szívesen kihagyta volna az élet sorsából. Ez nem volt megírva Dávidnak az életébe, hogy ezt meg kellett volna járnia. Ez egy hülye gondolat hozta létre benne. Az, hogy elfáradt a lelke, és azt mondta neki, azért egyszer elpusztulok. Holott ott Isten igéje teljesen más mondott, mint mondott Isten neki, hogy Saul után te leszel a király. És elfáradt, már nem figyelt Isten igéjére, és azt mondta, hogy elpusztulok a Saul keze által. Tehát a kígyó, a pusztulásnak a sivataga, és látjuk így szó szerint, a Siklákban mindent elveszített Dávid. A feleségét, gyermekeit, vagyonát, fölégették a házát, a vidéki házat, fölégették az idilt, elveszett minden. És ráadásul még ez se volt elég, az emberek már tanácskoztak, hogy most Dávidot meg fogjuk ölni. És látjátok, nézzétek meg a 27. rész első verszakában kezdődött, hogy egy napon mégis el kell pusztulnom, és látható, hogy saját magám hogy hozta ebbe a helyzetbe. Tehát ilyen ereje van az állításoknak. A hamis, hazug állításoknak. Amiket mond az ember saját magának, Isten igéjével ellentétes módon. Ne csináld, és ne súgjál magadnak ilyen ostoba dolgokat. Efézus beliekhez írt levél, 4. rész, 23. verszak. Megújuljatok pedig a ti elmétek lelke szerint. Tehát a jövendő mondás ellen nem csak a Szentlélek ad védelmet, hanem a megújult elme is. Olyan megújult elme, amely megfogja és kidobja magából azokat a gondolatokat,
amelyek a jövőjét mérgezik. És utána még egy igét hadd olvassak fel, és remélem ettől még nagyobb kedvetek lesz. A Filippiekhez írt levél 4. rész, 7. és 8. verszaka, és az Istennek a békessége, amely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni a szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá, atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Amen. Tehát a védelem az elmének, az üdvösség sisakja mellett az Istennek a békessége, amely felülhalad minden gondolatot, és a szívet megőrzés, a gondolatainkat megőrzi Krisztus Jézusban. Miért fontos ez? Évának is jövendőt mondott a sátán egyébként, a kígyó, ne felejtsétek el, például amikor azt mondta, hogy nem haltok meg, az egy jövő. És utána még mást is, hogy Istenek lesztek, ez is egy jövendőmondás. Nem negatív, hanem pozitív jövendőmondás, de hazugság szelleméből származik. Most kevés az idő, ugyanezt az igét mondja Pál apostol, illetve ezt a példát használja föl, és ezzel a példával figyelmezteti a korintusiakat Pál apostol, azt mondja, hogy vigyázzatok, őrizzétek meg a Krisztusban való egyenességet, hogy meg ne rontasson a gondolataitok, mint ahogy az Évának a gondolata megrontatott a álnokság által. És látjuk, hogy micsoda nagy súlyos következménye lett az egész emberiségre vonatkozóan, hogy Éva hagyta, hogy az elméjét megrontsa a jövendőmondás. A kígyónak a jövendőmondása. Tehát se én önmagamnak, se emberektől nem vagyok hajlandó elfogadni olyan állítást és ismeretet a jövőmmel kapcsolatosan, amely ellentétes Isten igéjével. Amen. Amikor csügget állapotba vagy, ne gondolkodj a jövődről. Ígérd meg. Akkor nem szabad a jövődről gondolkodni. Mert akkor minden hülyeség, ostoba dolog eszedbe jut. Amikor csügged vagy, szenvedsz, akkor mit ajánl a Biblia? Ne elmélkedj. Ne gondolkodjál, hanem imádkozzál. Amen. Mondjad, ha szenvedek, imádkozni fogok. Nem elmélkedni. Elmélkedni csak jókedvűen lehet. Tehát amikor jó kedved van, akkor gondolkodj el a jövődről. Ha rossz kedved van, ne gondolj a jövődre. Mert miért viszed be a jövődbe egy rossz kedvedet? Elég az, hogyha most rossz kedved van. Hát nem érgezd meg vele holnapodat. Tehát testvéreim, Istenek a békessége a szíveteket és a gondolataitokat megőrzi Krisztus Jézusban. Olvassuk föl közösen a 7. verszakot. Istenek a békessége, amely minden értelmet felülhalad, megőrzi a szívemet és gondolataimat Krisztus Jézusban. Amen. Na most ezután azt kéri az Isten, hogy tégy egy intellektuális elkötelezettséget. Az elmédet kötelezd el, hogy nem a drámákon, a tragédiákon, a rossz dolgokon fogsz elmélkedni, hogy vágta el XY a másik embernek a torkát, mert attól nem jelenik meg az életedben a Szentlélek gyümölcse, hanem ami igaz, tisztességes, igazságos, tiszta, kedves, jó hírű, nem a plegykákon kell gondolkodni,
erény, dicséret, ezekről gondolkodja. Például jössz a gyülekezetbe. Tudod, mind kell gondolkodni? Hogy XY, aki eszedbe jut, az nem véletlenül eszedbe, hogy eszedbe jutott, hanem gondolkodjál, milyen dicséretet kell neki mondani. Mit kell megdicsérni benne? És előre elgondolod, hogy milyen dicséretet akar Isten adni neki, és elmondod neki. Ha így jössz a gyülekezetben, meg fogod látni, milyen áldás leszel te emberek számára. Tehát nézzétek, hány dologról kell gondolkodni. Tehát igazság, tisztesség, igazságosság, tisztaság. Hányadik? Ötödik a kedvesség, hatodik a jó hír, jó hírek, és a hetedik az erény, a nyolcadik a dicséret. Tehát a gondolkozásnak nyolc tárgya: igazság, tisztesség, igazságosság, tisztaság, kedvesség, jó hír, erény, dicséret, és amen. Amen. Na, olvassuk fel. Továbbá, testvéreim, ezután én csak, ami csak igaz, ami csak tisztességes, ami csak igazságos, ami csak tiszta, ami csak kedves, ami csak jó hírű, ami erény, ami dicséret, én ezekről fogok gondolkodni és elmélkedni. Ámen! Ámen! Álljatok fel, legyetek szívesek! Most közösen azért el fogunk mondani egy imát. Hányatoknak szólt? Isten beszéde, hiszem, hogy sokatok számára jelent világosságot, de nyilván erről még többet fogunk beszélni, de kötelezzétek el magatokat, hogy az elméteket, a lelketeket nem adjátok át holmi ócska jövőre vonatkozó állításoknak. Igazság által leszel erős. Mennyi atyám, köszönöm neked Isten beszédét, amely Isten erejét és életét tartalmazza, és ültette a szívembe, lelkembe, és a testembe is. Én nem a hazugság által, rossz hírek által, hanem az igazság által leszek erős. Ezért, Uram, megtagadom a jövőtől való félelmet, a rossz előérzeteket, negatív képzeteket a jövővel kapcsolatosan. Az Úr Jézus Krisztus vére megváltotta a jövőmet is a sátán kezéből, az ördögnek a hatalmából. Ezért az én jövőm az Úr, és azok a javak, amely között a mennyekben az én Uram Jézus Krisztus forgolódik. Ő a jövendő javaknak a főpapja. A jövőmet ő határozza meg, és nekem egy áldott, egy igaz, egy szent, egy tiszta, egy jó hírű, egy erényes, egy igazságos, egy dicséretes jövőt készített számomra. Ezért én elfordítom a fülemet minden olyan állítástól, amely a jövőmmel kapcsolatosan, sorsommal kapcsolatosan, Isten igéjével ellentétes állítást tartalmaz, információt közvetít, és sátáni erőt közvetít. Ezt én megtagadom a Jézus nevében. Uram, kérlek, bocsáss meg, hogy jövendő mondásra figyeltem. A Jézus nevében
megtagadom, kivetem magamból a jövendőmondással kapcsolatos információkat és annak a gonosz szellemét is. Jézus nevében. Halleluja! Jövőm az egy nagy öröm. Jövőm öröm. Áldás a jövőm. Békesség a jövőm. Egészség a jövőm. Siker, győzelem a jövőm. Halleluja! Dicsőség az Istennek, az Úrnak, a mindenható Úrnak. Áldott az ő neve, dicsőség neki. Ámen. Fogjuk folytatni. Minden területet így át fogunk venni. Erre is vissza fogunk még térni, hogy kapjatok ezen a területen egy tisztább, világosabb látást, hogy ellenálljatok az ellenségnek, és az Úr békességét megőrizve tudjatok fejlődni, beteljesedni az Úrban, és az ő dicsőségére élni. Isten áldjon meg gazdagon benneteket!